jó dolog visszanézni így egyben egy ilyen etapot. Azt gondolom, hogy a rajongók számára, akiknek elsősorban készült, a tankcsoda rajongói számára, akik hál' Istennek szép számmal vannak, azok számára azt gondolom rengeteg érdekességet tartalmaz. Ugye mi nézőként általában látjuk azt a másfél-két órát, amikor a színpadon állnak. Ami mögött elképesztő mennyiségű munka van, készülés, próba, szervezés, tárgyalás, kitalálás. Ezt próbáltuk valahogy visszaadni ezekből a kis hétköznapi mozaikokból. Most ezzel a filmmel pont az volt a cél, hogy az eddig becsukott ajtókat most jól kinyissuk, most aztán tényleg be lehetett, azt gondolom, hogy ezzel a filmmel most nagyon be lehet nézni a színfalak mögé. Ilyen típusú rockfilm még nem volt, amikor olyan helyzetekben is látjuk a sztárokat, vagy az imádott rock bálványokat, amelyeket nem szoktunk látni. Tehát mondjuk hulla másnaposan egy szombathelyi hotelben, hogy ébrednek fel. Vagy egy másik jelenet, hogy mondjuk egy szponzorral hogy tárgyalnak. Hogyha nem Lévai Balázsról lett volna szó, akkor el se kezdjük ezt a dolgot. Tehát mindenféleképpen kellett egy olyan embernek a személye, akiben megbízunk. Olyan formák voltak, akik amikor beültek a buszba, nem zavartak minket. Tehát mind emberileg teljesen beilleszkedtek a közegbe. Innentől kezdve meg az, hogy most Sidi vagy egy kamerás rác fogja a kamerát, ilyen szempontból nekünk meg teljesen mindegy volt. Tehát magyarul nagyon hamar asszimilálódtak, és nagyon hamar megszoktuk az egész légkört. Ez a film elég sok olyan dolgot bemutat, amit korábban nem mutattunk meg, amit innentől kezdve sem fogunk mutogatni egyfolytában. Viszont azt gondoltuk, hogy van egy csomó olyan dolog, amit érdemes legalább időnként, vagy néha megmutatni az embereknek, pont azért, hogy lássák azt, hogy mi sem gondoljuk magunkról azt, hogy nem tudom, micsoda elefántcsont toronyban ülő vagy élő a Parnassus tetején a világot csak magasról és csak nagyképűen figyelő rockstárok vagyunk, hanem normális húsvér kézláb emberek. Kevés zenekar, hogy ennyire szabad kezet egy vágásán, mint amennyire mi szabad kezet hagytunk most Balázsnak. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amit úgy szerintem általában nem hagytak volna benne zenekarok. De így ad egy valós képet. Amikor először megnéztük, akkor összenéztünk, és azt mondtuk, hogy ez a tankcsapda. Nincs rajta mit titkolni, ilyenek vagyunk. Erről szól a film.